Óbuda 6. könyvmegállója van mögöttem. A könyvmegálló mozgalom 2 éve indult, és most állítottuk fel a 6. itt a Csobánka téren. Az elmúlt héten gyerekkönyvnap alkalmából pedig felállítottuk a 2. gyerekkönyvmegállót, nem messze innen az Empényi-Győző utcai Máltai játszótéren. A könyvmegállók program folytatódik tovább, lesz még a kerületbe könyvmegálló, ezek szabad könyvcserélő helyek, könyveket várunk, a cserébe könyveket adunk. Az első feltöltést, mint minden ilyen könyvszekrény esetében, az Óbudai Platán könyvtár biztosította. Gyereknapon az Empényi-Győző utcai gyerekkönyvmegállóba természetesen gyerekkönyveket, meseképes könyveket, ismeretterjesztő könyveket vittünk ki. Az átadó ünnepségen Huzella Péter adott koncertet a gyerekeknek. Picit esős volt az idő, de ezért nagyon sokan voltak gyerekek és felnőttek, és nagyon jól éreztük magunkat. A mai könyvmegálló átadást pedig összekötöttük a Békásmegyeri Közösségi Házban lévő Fiók könyvtárunk 10 éves fennállásának megünneplésével. Pont ma 10 éve, június 2-án 2004-ben adtuk át a Fiók könyvtárat, amely egy megszűnt Szabó Ervin könyvtár állományával indult, mára nagyon kedvelt családi könyvtárrá vált itt Békásmegyeren. Pici 60 négyzetméteren várjuk az olvasóinkat, gyerekeket és felnőtteket egyaránt, 17 ezer kötettel, 5 napon át egy héten, egymást erősítve a közösségi ház szolgáltatásait és a könyvtár szolgáltatásait. Megköszöntük a 10 éves hűséges olvasóinknak, akik 10 évvel járnak a könyvtárunkba, azt, hogy ennyire hűségesen járnak ide. Egy kis tombolát rendeztünk, ahol a partnerintézmények, az Óbudai Társaskör és az Óbudai Kulturális Központ jegyeit lehetett elnyelni, illetve könyveket.